Üdv mindenkinek, sziasztok! Zazek vagyok a kabinból. Mai részben egy kicsit a hobbimról, egy másik hobbimról szeretnék beszélni. Vagy a következőről, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ez pedig nem más, mint a drónozás. Mindig is ilyen műszaki beállítottságú emberke voltam. Persze csak korlátozott mértékben, tehát ilyen nem szoktam nagyon belebújni az internet bugyraiba, hogyha valami érdekel. Utána szoktam olvasgatni értelemszerűen, de nem tudom mindig a legújabb technikai jutásokat az éppen aktuális hobbimmal kapcsolatban, vagy hogy mi, amit éppen a legjobban tájékozott emberek tudnak. De azért nem szoktam alapvetően csak úgy fejjel a falnak menni, úgymond. Tehát a drónozás az egy ilyen dolog. Amikor legelőször ez fölmerült, mint lehetőség, ugye hát már, nem tudom, világszerte minden nagyon drónoztak az emberek, mindenki nagyon már profi szinten nyomta, én még úgy ismerkedtem egyáltalán a dologgal, hogy mi ez, hogy van. Aztán egyszer csak úgy döntöttem, hogy belevágok. Hát követtem én is természetesen a kezdők hibáját, hogy próbálok először valami nagyon olcsó drónt venni. Aztán ugye az ember ilyenkor, ha valaki valamit olcsón vesz, általában az kétszer vesz, szokták mondani. Hát ez velem is megtörtént, mert megvettem ugye az akkori időben összeszedett tudásom alapján megvettem egy aránylag olcsó, de azt hittem, hogy jó drónt. Aztán kiderült, hogy az kb. Így nem jó semmire, vagy semmire se. Volt 4 propeller, meg föl tudott szállni, meg volt rajta egy kamera, tehát kb. Ennyi. Azzal próbáltam szerencsét, de hát inkább csak a plafonnak repkedés, meg az utcán próbálkozásnak az autóra zuhanás volt a vége. Szerencsére saját autómra esett rá. Tehát ilyen nagyon, nagyon kezdetleges, inkább csak egy játékdrón volt az. Bár elég nagy volt, csak hát tudod, általában leírások azok leírnak különböző dolgokat, hogy fú, ez ilyen fasza, olyan fasza, ezt tudja, azt tudja, azt tudja. Ugye a tudásból összeszedi az ember, hogy mire van szüksége neki, meg különböző távolságok, meg megahercek, meg akkumulátor nagyság, meg kamera felbontás. Aztán ugye a kínaiak ráhozódnak mindent a dobozra, azt ember elhiszi, megveszi, mert jaj, de olcsó, hazajutottam, mekkora üzletet csináltam ezzel, aztán mindig kiderül, nagy lófaszt, semmit nem ér a dolog. Úgyhogy aztán gyorsan ezen túl is léptem, és akkor vettem egy lényegesen drágább drónt, ami annak az érdekessége volt az a kézmozgással való irányítás, ami azt jelentette, hogy ember kezébe fogta a távirányítóját, és akkor ugye amerre mozdítottam, ugye arra ment a drón, illetve volt rajta még egy joystick is. Tehát tudtam bele előre-hátra menni, jobbra meg balra, illetve a joystickkal tudtam ugye csökkenteni a magasságot, növelni, vagy pedig tudtam fordulni vele. Meg volt még egy-két gomb. Tehát ilyen elég egyszerű készhez álló kis távirányítója volt. És lényeg az, hogy azt megvettem, azt már hát én majdnem kétszeres árán vettem az előzőnek, az elsőnek. Az elsőt vettem valamilyen 30 font körül, de akkor még nem ilyen drága volt a font, még lényegesen olcsóbb volt. Mondjuk nem érdemes forintosítani a dolgokat, mert hát ugye teljesen más körülmények között élünk itt, mint Magyarországon. És lényeg, hogy a másik drónt azt megvettem már lényeges, az már ilyen 70, majdnem 80 font volt, ha jól emlékszem. Volt az a pótakkumulátor, meg különböző dolgok. Azzal már csináltam egy-két, hát még értékelhetetlen, de már normálisabb videófelvét. Az elsővel szinte semmit, tehát az ilyen abszolút nulla kategória. Tehát mint a kaputelefont földobtam volna 5 méter magasra, és ott csinálok egy videót, kb. Ennyit ért az egész. Hát a következő az már picivel jobb volt, de még ez sem volt egyébként nagyon jó, mert ezzel lehetett kicsit kontrolláltabban a levegőben maradni,
de a felvétel minősége az nagyon-nagyon gyatra volt még így is. De ezzel már kimentünk, vagy elmentünk úgymond kirándulni is, tehát vettem a fáradtságot, hogy elmegyek a drónnal kirándulni. Az elsővel nem, mert azt egyszerűen láttam, hogy mind a lakáson belül, mind a lakáson kívül egyszerűen annyira irányíthatatlan, annak rendesen egy joystickos távirányítója volt, hogy egyszerűen nem láttam értelmét, hogy elmenjek akár csak egy parkba is, mert ott nekirepkedek a fáknak, meg leesik, meg csak összetörik, semmi értelme nem volt. Ezzel a másodikkal meg már elmentünk egyszer kirándulni Verával, egy általunk ismert helyre. Van tőlünk nem messze egy ilyen, hát egy elég nagy ilyen kirándulós helyen, domb tulajdonképpen a város határában. Ott van egy hatalmas nagy elhagyatott gyár is, illetve ott lehet, van egy ilyen kis folyó mellett is lehet sétálni, úgyhogy egy egész jó ilyen kis kirándulós hely, oda elmentünk, és ott csináltam egy pár felvételt, fényképet is, meg videót is, de hát itt is az irányítás még nem csak azon, hogy kezdetleges volt, csak egyszerűen nem volt magabiztos. Tehát így a drón kb. Arra ment, amerre én akartam, de magasságot tartani, vagy stabilan mondjuk egy fényképet megcsinálni, az nem volt ennek se erőssége. Viszont ez épp elég volt arra, hogy már nagyon belerakja a fülembe a bogarat, meg nagyon rákattanjak úgymond a drónozásra, hogy akár egy komolyabb összeget is rászánjak erre. És akkor elkezdtem nézegetni, hogy mi ez, amelyik drón nem valami kínai gyártmány, meg nem valami Facebook hirdetésen keresztül bukkanok rá. Ugye vannak különböző nagyobb gyártók. Én most nem nagyon mennék ebbe bele, mert erre vannak külön kifejezett csatornák. Ha valakit érdekel egyébként a drónozás, akkor ajánlom figyelmébe a Drone Hungary nevezett csatornát. Egy srác nagyon komoly, jó minőségű videókat csinál. Nagyon benne van a magyarországi drónozásban. Távolságteszteket csinál, mert itt tudnak különböző drónok elrepülni, mire képes. Nagyon, hát ő ezzel foglalkozik, Drone Hungary-ben és a nevében, a csatornának a nevében. Tehát ott, hogyha bármilyen drónt szeretnél venni és kérdés merül fel a drónnal kapcsolatban, akkor a csatornát keres föl. Ha más nem fölteszel a srácnak a kérdést, biztos, hogy válaszolni fog, ha csak nincsen már egy konkrét videója avval a drónnal kapcsolatban. Tehát még ezt a csatorna neve a Drone Hungary. Én is szoktam nézegetni őt egyébként, hogyha valami éppen számomra érdekes videót tölt föl. Illetve hát én is az a csatornán bukkantam nagyon sok információra azzal a drónnal kapcsolatban, amit én kerestem. És ugye, ami nagy előnye, magyar nyelvű. Ugye nekem azért elég szerencsém van, hogy angolul is már úgy, ahogy megértem ezeket a dolgokat. Messze nem beszélek jól angolul, de azért tudtam információt gyűjteni angol nyelven is. A lényeg, hogy amit én kinéztem drón, az a DJI. Ez egy amerikai cég, ha jól tudom, és nagyon régóta foglalkoznak már profi drónokkal, vagy hát legalábbis nagyon magas szinten vannak a drónjaikat, ők gyártanak. Ugye itt is egy kategóriákba lehet sorolni az egyszerű felhasználók számára készített dróntól, egészen a munkadrónokig, meg a filmkészítéshez, meg minden, de a DJI drónok azok tényleg már profi munkára is alkalmasak, pláne magasak bárfekvésben. Hát én értelemszerűen a legaljáról szemezgettem. Akkor még nem nagyon volt választék a használható drónok alacsony kategóriában. Tehát egy választásom volt, a DJI Spark, mert a következő az már nagyobb is volt, meg lényegesen már olyan áron volt, hogy én nem akartam annyit kiadni érte. És most ráadásul nem is az új árakról beszélek, hanem a használt drónárakról. Lényeg az, hogy én néztem mindenféle angol, illetve magyar nyelvű teszteket, videókat, melyik drón mire képes, és így jutottam a DJI Spark hoz, hogy egy olyat szeretnék venni magamnak, de hát az új ára az abban az időben is volt, hát én nem akarok hazudni, de szerintem ilyen 500-600 font körül volt, és most
ugye abban az időben én majdnem, hogy autókat vettem olyan árakért, tehát eszemben nem volt nekem, mondom, kiadni 5-600 fontot egy drónért. Ugyanúgy, mint például most, amit kinéztem magamnak drónt, ha lecserélném a DJI Sparkot. Egyébként a mai napig a DJI Sparkkal drónozok, hogyha arról van szó. Pedig már egy jó pár éves szegényként. Megjártam adak útját, de működik, hibátlanul. De amire lecserélném, az egy DJI Mini 3, tehát ilyen Flymore kombóban az is ilyen 1000-1200 font körül van. Használtan tudnék venni olyan 6-700 körül szerintem, tehát eszemágában nincs kiadni annyit egy drónra. Egyszerűen nem... Igen, ez kicsit az én fafejűségem, mert ugye befektetés nélkül nincsen haszon. Mert ugye, hogyha komoly tartalmakat szeretnék drónnal készíteni, akkor ahhoz ugye komoly szerszám kell, tehát komoly drónt kéne vennem. Itt meg is ragadnám egyébként az alkalmat, hogy ha esetleg valaki kíváncsi a általam készített drón videókra, akkor van nekem egy csatornám. Ezen kívül, ez pedig a Zozek in the Air, azaz Zozek a levegőben. Ezen a csatornámon csak drón videókat találtok. Ugye, hogy kerek legyen a sztori, ugye van a Zozek 77, ugye ez a fő csatornám, ugye van a Labs, amit ugye Verával közösen csinálunk, azon ilyen kirándulásos, nyaralásos videók vannak. Megérkeztünk egy újabb helyre. Itt az egyik part. Itt is sátrasok. És ott. Wow! Ha végig ezt csináltuk. Lenéztünk a Small Cave-hez. Remélem a kevés fény ellenére, azért valami látszódik. Ott jöttünk le a barlanghoz, és én most itt jöttem fel. Van az Zozek in the Air, ez ilyen drón videók, ez még nem nagyon megy egyébként csatorna, ezt most kezdjük majd föltölteni rá a videókat. Egy párat lehet már találni rajta, de még csak most ennek most vannak válogatás alatt. Illetve van a negyedik, ami nem ide vág egyáltalán, tehát nem az én életemmel kapcsolatos, tehát annyi, hogy én csinálom. Ez pedig a Wrench Monkey. Itt pedig, ide pedig szerelős videókat töltök föl, hogy éppen valami autót vagy motort szerelek, és van inspirációm videót csinálni róla, mert úgy érzem, hogy közös, vagyis a köznek egy komoly információt szolgáltathat, akkor levideózom azt a szerelést, és föltöltöm a Wrench Monkey-ra. Szóval három saját csatornám van, és egy a Verával közösen. Szóval lényeg, hogy a Zozek in the Air-en találhattok különböző drón videókat tőlem. Amikor kirándulni megyünk és készítek valami drón videót, akkor az oda fog fölmenni, vagy oda ment föl. Lényeg az, hogy elkezdtem nézegetni ezt a DJI Spark nevezettük kis drónt. Ugye nekem alapvetően az volt a alapkövetelmény, hogy olcsó legyen, és ne legyen túl nagy. Tehát én nem akartam egy nagy drónnal repkedni, ami ott búzúg az emberek feje fölött, hanem csak egy kicsibe akarom. Azóta persze kihozott a DJI rengeteg kisméretű drónt, amihez ráadásul ugye engedése kell, meg biztosítás se. Mert ugye jól tudom a szabályzást, akkor 250 gram fölött már mindenféle ilyen drónreptetési engedély kell, meg biztosításra kell rá kötni, meg minden ilyesmit, tehát ilyen kicsit ilyen megnehezítették a drónozást. Régen, amikor elkezdtem az egészet, még pár évvel ezelőtt boldog-boldogtalan vette a kisebb nagy drónokat, azt repkedtek. Ebből volt egyébként Angliában egy hatalmas nagy balhé is, hogy ugye ezek a drónok, az okosabb drónok már egyszerűen nem repülnek olyan helyre, ahova nem szabad.
Tehát ők be vannak ugye, helymeghatározást kell megadni nekik, tudják, hogy hol vannak pontosan. Tehát nem lehet csak hogy össze-vissza repkedni akárhol. Például a repterek környékén tilos drónozni, és a drónok nem is repülnek be a repterek légterébe, pontosan, mert egyszerűen a programjuk nem engedi. Egyszerűen letiltja. Most értelemszerűen ezeket fölül lehet írni, meg ki lehet okoskodni, meg ki lehet kapcsolni valahogy. És valaki erre rájött, és azzal szórakozott, hogy egy ilyen nagyméretű drónt beküldött, most nem tudom már pontosan melyik reptér, de valahol egy London környéki, elég busy reptér légterébe egy drónt, egy nagyméretű drónt. És ennek az lett az eredménye, hogy egy jó pár órára megbénította a reptérnek a forgalmát, ugye a légi forgalmat, mert a repülők ugye nem szállhattak föl, amíg egy kontrollálatlan, azonosítatlan drón repkedott a reptér körül. Valakinek neki megy, vagy belerepül esetleg, ne adj Isten, a hajtóműbe lezuhant egy repülő. Tehát ez egy komoly dolog, tehát nem véletlen vannak kitiltva a drónok a repterek környékéről. Sőt, egyébként, ha jól tudom, a mai napig rengeteg reptér alkalmaz különböző vadászmadarakat, vadássolymokat arra az esetre, ugye idomított vadássolymok, hogyha mondjuk különböző madárrajok közelítenek a reptér felé, akkor a solymász elküldi a solymot, ugye, hogy zavarja el a különböző madarakat, galambokat, kisebb nagyobb testű madarakat, zavarja el a reptér légteréből, mert problémát abból, hogyha mondjuk egy nagyobb testű madár éppen felszállás közben belemegy a repülőgépnek a hajtóművébe. Tehát ez egy nem vicc, és ebből egy nagy probléma is volt. És már ezelőtt, a balhé előtt is voltak már különböző szigorítások, vagy kezdődtek a szigorítások, de hát ezen a balhé után olyan komoly szigorításokat vezettek be, hogy ember legyen a talpán, aki ezt tudja követni, és napra kész tud lenni. Tehát mindenféle repülőgép, vagyis drónreptetési engedélyeket kell szerezni, tanfolyamra kell járni, regisztrálni kell a drónt, ki kell tölteni különböző formanyomtatványokat, amikor te drónozni akarsz olyan helyen, tehát kicsit ilyen macerás lett, tehát ezért is én nem nagyon szoktam mostanában már drónozni, nem akarok ebből esetleg problémát. Régebben ugye egyszerű volt, elmentünk valahol egy kicsit kiérmelebb részre, fölküldtem a drón, szerepkedünk egyébként, a mai napig én ezt csinálom, tehát itt Angliában, vagy ha elmegyünk valahol nyaralni. Ha nem lakott terület fölött vagyok, csak mondjuk a tengerparton, vagy a tengeren, vagy egy hegytetőn, ahol nincsenek mondjuk lakóházak, akkor fölküldöm a drónt, és akkor ott látótávolságon belül csinálok egy pár videót. Tehát próbálok azért felvételeket csinálni, csak ez most már ugye nem olyan egyszerű, mint régen volt. Remélem tetszett ez a videó is, nem volt túl unalmas, ha igen, akkor nyomj egy lájkot, légy szíves. Ha nem vagy feliratkozom, akkor tedd meg, légy szíves. A következő részben pedig találkozunk, hogyha megnyomtad a harangigodocskát, és megkapod az értesítést, hogy új videó jött föl, akkor ott találkozunk.